Jó estét kívánok mindenkinek! Drága, egybegyűltek, Erev Tov! Remélem, hogy mindenki rendben van, jól van, Rosh Hashanah előtt, zsidó új év előtt egy pár nappal. És békében, szeretetben, boldogságban, egészségben tudjuk majd megünnepelni ezt a kissé rendhagyó ünnepet. Miért rendhagyó ez az ünnep? Hát igazság szerint nem rendhagyó, csak idén egy kicsit. Miért? Ha meg kéne válaszolnom, itt van drága feleségem is, jó estét kívánok, Erev Tov Rechem. Szóval egyből két választ tudnék arra adni, hogy miért rendhagyó mostani, Rosh Hashanah. Az egyik egy kissé, egy ismertebb válasz, a másik az kevésbé ismert válasz. Ugye senki nem tudta azt tavaly ilyenkor, de fél évvel, 8 hónappal ezelőtt sem, az izoláció miatti különleges próbatétel elé állít minket az örökkévaló, és a zsinagógák hada fog bezárni, és hogy 2 méteres távolságokba kell, távolságot kell tartani, kell, hogy tartson ember és fele barátja között, legyen ember és fele barátja között. Hogy a sófárnak a tetejét egyes rabik szerint le kell maszkozni, maszkkal kell védeni, ahogy a vírus így terjedésnek induljon. A lényeg az az, hogy ez egy olyan Rosh Hashanah, ami egy kicsi rendhagyó. Aztán van ennek a mostani Rosh Hashanahnak még egy különleges mi volta. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most kapcsolódik be. Mégpedig lenne az, hogy idén az első napon, Rosh Hashanah első napján, ugye az ünnep az mindig kétnapos, a diaszporában is, jó estét Szabó Gyuszi. A diaszporában is kétnapos, és Izraelben is kétnapos. Az ünnep, ez az egyetlen ünnep, ami Izraelben is kétnapos, és idén érdekes módon a vőlegény, egész pontosan legyen a mennyasszony nem érkezik el az esküvőre. Gondoljatok bele, hogy van egy hatalmas esküvő. Az esküvőre meghívnak rengeteg embert, több száz vendéget, különleges ételek. Ott vannak a szülők, a barátok. Egy hatalmas rendezvényközpont is. Egyszer csak mindenki vár arra már, arra várunk, hogy tényleg jöjjön meg. Már lehet látni a vőlegényt, már beállt a sátor a Valdahin alá. És egyszer csak a rabbi megjelenik, szétnéz, és mindenki várja, ugye a mennyasszonyt. A mennyasszony viszont úgy dönt, hogy valamilyen oknál fogva nem akar eljönni. Nem akar eljönni, és amikor ezt az emberek erre rájönnek, a vendégek erre rájönnek, akkor azon gondolkodnak, hogy talán le kéne fújni az egész esküvőt. Na, mondja a vőlegény, hogyha már ilyen drága zakót vettem, akkor nem fogom lefújni az esküvőt, és akkor megtartjuk a nélkül. A példa mit illusztrál? A példa mostani évet illusztrálja, ugyanis van úgy, hogy amikor Rosh Hashanah szombatra esik, az első napja szombatra esik, akkor a Rosh Hashanah ugye meg van tartva, de a szombat miatt a sófár fújás elmarad. És ez az mostani Rosh Hashanahnak az egyik különlegessége az, hogy az első napon ne is keressétek a zsófárt a zsinagógákban, de még a szabad helyeken sem, hanem csak a második, azaz vasárnap a hét első napján lehet majd találni sófárfújás különböző helyeken. Amúgy itt a reklámhelye, több mint 16 helyen lesz Budapesten, illetve vidéken is sófárfújás. Lesz Debrecenben, lesz Miskolcon, és lesz Budapestnek a legtöbb kerületében, sok kerületben. És ezt azért csináltuk így, azért terveztük így, és ez a reklám helye, hogy tényleg mindenki, akinek idén nincs kedve, vagy aki, bocsánat, nem kedvkérdés, ez nincs messze eljönni zsinagógába, vagy nem akar nyitott helyekre menni akár, még hogyha az imád nyitott helyen is kerülnek majd megrendezésre, akkor meg tudja hallgatni mindenféleképpen a sófárnak a hangját, ezt a különleges előírást, és ezért nagyon sok helyen szervezünk sófárfújást, Budapesten és vidéken is. De a reklám helye után most akkor térünk vissza a témánkhoz, és azt mondjuk, a múlt héten azt mondtam nektek, hogy ma arról fogunk tanulni, jó estét kívánok mindenkinek, Máté és Stern György, remélem jól vagy, Gyuri, régen hallottalak, láttalak. Szóval a lényeg az, hogy ez a mostani Rosh Hashanah, ez azért különleges, mert nem fogjuk meg a sófárt az első napon. Gondoljunk csak bele abba, amikor van egy esküvő, és az esküvőre nem jön el a mennyasszony.
Attól még rossz esene, attól még fogunk mézisalmát tenni, attól még fogunk gránátalmát fogyasztani. A szimbolik és ételek is ott lesznek az asztalon, lehet, hogy megkóstoljuk a halfejét vagy a bárányfejét, de amikor másnap reggel érkezünk a zsinagógába és várjuk a kezdést, és epekedve várjuk azt, hogy a tóraolvasás után, kidus előtt vagy kidus után szokásbéli különbségek vannak ezzel kapcsolatban, várnánk azt, hogy tényleg a rabbi vagy a hozzáértő elővegye a koskültet és megszólaltassa azt, a hasra hangja felhangozik a zsinagógába, akkor az emberek tényleg arra lesznek figyelmesek, hogy a rabbi nem fog semmiféle sófárt előfújni, vagy előhozni, és nem fog semmit megfújni. Ugyanis a szombaton a sófárt megfújni, az nemes egyszerűséggel egy bizonyos időszaktól kezdve tiltott gyümölcs, tiltott dolog lett. Miről van szó? Arról van szó, hogy amikor még a szentély állt, egész pontosan, mondjuk azt, amikor a szentély állt, akkor még a sófárnak ugye volt megfújása, a sófárt megfújták szombatnapján is. Ugye ez nagyon érdekes dolog, hogy az, hogy most szombaton nem fújunk sófárt, az nem mindig volt így, és nem minden helyen volt így, erre mindjárt kitérek egy kicsit később. Ám voltak olyan helyek, ahol a sófárt nem lehetett megfújni. Ugye? És erre a rabik adtak különböző okokat, hogy szombaton miért van a sófárfújás. Ugye ki volt az első rabbi, ki volt az első talmudi bölcs, akinek a nevéhez ez fűződik, ez volt Rabba. Rabba bar Nachmani, egy nagyon híres talmudi bölcs volt, aki híres is volt, és nagy tudós is volt, a pumedisztai, a babiloni esivának volt a vezetője 22 éven keresztül. És egyszer csak jött ez a rabbi, és azt mondta, hogy lehet egy probléma, lehet egy nagyon komoly probléma. A probléma az az, hogy amikor sófárfújásról van szó, akkor tudjuk azt, hogy a sófár megszólaltatásának azért vannak különböző halakái. Lehet, hogyha valaki csak így belekukkant egy ilyen sófárfújásba, úgy fog neki tűnni, hogy a rabbi egy hosszabb, kicsi rövidebb és ennél még rövidebb hangokat fúj meg, összesen három különböző hang. Ám tudni kell azt, hogy a sófárfújásnak van egy külön technikája, jó estét kívánok mindenkinek, Ádám és Kati is. És nem csak az, hogy van egy külön technikája, hanem a technikán kívül még van rengeteg olyan számos szabály, amit lehet, hogy aki 2 méter, vagy 3-mal, vagy 5 méterrel a bimától arrébb áll a torvosó asztaltól, ahol elvileg a helye van a sófárfújásnak, akkor lehet, hogy az illető nem fogja észrevenni. Miről van szó, mik ezek a dolgok? Például mikor kell levegőt, mikor szabad, és mikor kell levegőt venni. Mikor nem szabad levegőt venni a különböző hangokon között. Milyen hosszúnak kell legyen a tkia, vagy a svarim, vagy a truad? Erről fogunk csütörtökön tanulni most zsidó misztikáról fogunk tanulni. Csak hogy mondja, hogy milyen érdekes ez a téma. Hogy milyen sok oldal ez a téma. Aztán például, hogy melyik sófár a kóser, milyen a sófár minimális nagysága, melyik, vagy például, amiről a csütörtökön fogunk tanulni, szabad-e maszkot tenni a sófárra? Van, akik azt mondják, hogy nem. Miért? Mert megváltoztatja a hangját. Erre felmerül a kérdés, mit csinál az ember, hogyha fél attól, hogy az emberek ezáltal megfertőzhetnek, Isten ments, hogy ilyen legyen, akkor menjen arrébb 5 méterrel, menjen a szabadban is a zsinagóga ablakát, de ügyeljen arra, hogy azért a sófárfújás az még kóse legyen. De erre csütörtökön kitérünk még, csütörtökön este 9-kor. De a lényeg az, hogy rengeteg olyan szabály van, amit lehet, hogy nem gondolunk bele, hogy ilyen sok szabály lenne. Mert azt is tudni kell, hogyha valaki elrontja a fújást, akkor szabad-e az egészet újra fújni, vagy csak onnan szabad folytatnom, ahol elrontottam. Ugye, hogyha túl a feleslegesen fújnám a sófárt, akkor az uvinde hol, az egy tiltás lenne. No, szumma lényeg az, hogy van nagyon sok szabály, és a nagyon sok szabálynál félő volt az, mondta Rava, a híres talmudi bölcs 1500 évvel ezelőttről, hogy létezik az, és lehetséges az, hogy a lobba ki, az az ember, aki nincs tudásával, aki nem tudja pontosan a sófár fújásnak a törvényeit, megszokásban megfogja a sófárt szombaton, elmegy vele a talmud tudóshoz, elmegy vele a bakihoz, elmegy ahhoz az emberhez, aki tud sófárt fújni ke hilchatá, a zsidó vallásunknak megfelelően, és megszólaltatja vele. Mi ezzel a probléma? Hisz mit lehet látni? Ez egy nagyon fontos előírás. A leírás az, hogy az ember hallja a sófár hangját, az egy nagyon fontos előírás. De maga az a dolog, hogy litol lesz a sófár, hogy az ember a kezébe vagy a sófárt, és ugye nincsenek véletlenek, de szándék nélkül elfelejti azt, hogy a kezében ott a sófár, és szombaton nem lehet vinni. Na erre azt mondta Rabba 1500 évvel ezelőttről, Rabba Nebar Nachmani, hogy ez egy tilos, ez egy tiltott dolog. A rabbik minden oldalról elkezdték támadni. Miről volt szó? Ugye arról volt szó, hogy lehet az, hogy jön egy rabbi egyszerre csak ugye sok száz évvel ezer évvel a micva
megteljesítésének a kezdése után, amikor az emberek már a sófárt fújták hosszú-hosszú évek ezelőttről, és egyszerűen azt mondja, hogy van itt egy probléma. Miért a többi rabbi nem gondolt erre a problémára? Meg abban is, hogy lehet az, hogy egy látszólagosan egy tórai előírás, illetve egy nagyon fontos előírás, nem menjünk bele, hogy ez tórai előírás a sófár vagy sem, érdekes vita van ezzel kapcsolatban. Egy nagyon fontos előírást, egy másik, egy kisét, egy kevésbé szigorúbb előírás miatt át lehet húzni, és semmibe lehet venni. Semmibe vételik, nem arra gondolok, hogy nem degradálom, mondom, csak azt, hogy el lehet törölni egy micvát a föld felszínéről, amikor szombatra esik a Rosh Hashana. No, minden esetre jött ez a rabbi, és azt mondta, hogy az egyik probléma ezzel az, hogy a sófárt azt nem lehet, ugye azt az fél, hogy az ember ezt a sófárt vinni fogja. Igen, Laci, a kérdés az teljesen jó, azt a csütörtökön is beszéltük erről értőlegesen. Ha lenne éruv, akkor nem lenne probléma. De ahol nincs éruv, ott van probléma. És így hát van rengeteg, ahol nincs éruv, így hát van probléma. Meg amúgy is van olyan rengeteg olyan ember, aki az éruv ellenére nem használja a sófárt, nem visz az utcán. A lényeg az, hogy ez az egyik probléma. Ez a probléma egyik forrása. A probléma másik forrása, hogy a szombat az nem a szombat. Jó estét, Eszter. Itt van Eszter velünk, akkor rendben van minden. Hogyha valaki megszólaltatná szombaton a sófárt, a sabbatkor a sófárt, akkor az nem szombati hangulatú lenne, és a rabik ezt megtiltották. Azt mondják, hogy ez Udinnachol, ez egy hétköznapi dolog, és a szombatnak dehonestálná a szentségét, amikor valaki sófár hangokat hallott Sámesz napján. Ez egy érdekes dolog, hogy ebbe a törvénynek, illetve a tiltásnak ezen részében az előző nemzedékek, illetve a rabát megelőző nemzedékek miért nem mentek bele? És ezt mi nem vették olcsán? Mi nem gondoltak ebbe bele? De a lényeg az, hogy azért ez nem volt mindig így. És például voltak olyan a Talmudnak van egy nagyon híres magyarázója, akiről például mesélik azt, hogy ő megfújta a sófárt szombat ellenére. Például a Migdásban, a Szentély városban megfújták a Blue Medina, de nem azon kívül. Szóval volt olyan hely, ahol megfújták. Voltak olyan különleges rabbinikus bölcsek, akik Mózes mesterünk után, a mózesi szmichával, a rabbinikus kitüntetéssel lettek felruházva, és ezeknek az embereknek megadott az a lehetőség, hogy szombat ellenére megfújják a sófárt. Egy nagyon érdekes dolog. Azt a dolog, ez alámaradt, és később egész Izrael népe magára vette ezt a törvényt, ami a mai napig is törvény, hogy a sófárt nem fújjuk meg szombaton. Ebben is vannak viták, hogy pontosan van, meg lehetne a Szentélyváros területén, a volt Szentélyváros területén fújni a sófárt, vagy sem, a Siratófal előtt például. Ez egy nagyon érdekes vita, de abban maradtak a bölcsek, hogy ne fújjunk sófárt szombaton. Most gondoljuk csak bele, itt van két napja a Rosh Hashanának. Amikor az ember már epekedve várja azt, hogy tényleg eljöjjön a nap, akkor csak hirtelen még egy napot kell várni. Tehát nem szombaton fújjuk meg a sófárt, hanem csak egy nappal később, a hét első napján, vasárnap. De amúgy érdekes dolog, hogy rabának, a híres talmudi bölcsnek, nem mondom, hogy hírhet, mert azért ennél, ezen micva miatt, ugye, hogy óvaintette az embereket, hogy vigyenek az utcán, ettől lehet, hogy híres lett volna. Aztán valaki azt mondja, inkább hírhet, mert egy nagyon híres, nagyon szeretett micvát egy nappal arrébb tessék el azáltal, hogy ezt megtiltotta. De a lényeg az, hogy ez nem csak a sófárral van így, hanem két héttel később, Rosh Hashana után két héttel pontosan Szukott első ünnepe, Szukott első napja, az mindig ugyanarra a napra esik az első nap, mint Rosh Hashana első napja, akkor nem fogunk lulávot rengetni. Pontosan ugyanezen okból. Van egy kis különbség, de az ok az nagy, az ehhez hasonlatos. Aztán nem csak azt, hanem például Megillát, miért nincs a szombatra, miért nem esik Purim? Ugye régen esetett volna Purim szombatra. Miért nem esik Purim szombatra? Mert a szombaton az emberek nem vigyék a Megillát az utcán. Ezért van az, hogy például Purim, most a zsidó naptár úgy lett összetéve, úgy van összetéve, hogy Purim az soha nem esik szombatnapjára. Vasárnapra, tehát mocisárveszre esett, és szombatra viszont nem szokott esni. No, mindennek a lényeg az, hogy ugye, amire az okot keressük, az, hogy miért nem fújjuk meg a sófárt. Azt mondtuk, hogy van a dolognak két magyarázata. Az egyik magyarázat, az halakikus magyarázat, a zsidó vallásjogbéli magyarázat, azt, hogy az illető ne vigye az utcán. A másik dolog pedig az, hogy azt mondtuk, hogy Udinnachol szintén vallásjogbéli kérdés, hogy az ember ne hallatszon
sófárangot szombaton, mert ez nem túl ildomos, és nem szombati hangulata, hanem sokkal inkább hétköznapi hangulata, és ezért az ember tartózkodik ettől szombatnapján. Ezt mondják a bölcsek. Ám van az egésznek egy sokkal magasztosabb magyarázata. Van egy olyan magyarázat a zsidó misztika szerint, a haszid filozófia szerint, ami tulajdonképpen egy kissé más aspektusból veszi gorcsal ezen kérdést, és teljesen más választ is ad. Tehát tudjuk azt, hogy amíg minden egyes dolognak van egy külsőbb dimenziója, egy mindenki által felfogható magyarázat, addig tudnunk el azt is, hogy minden egyes dolognak, amit a világban látunk, ami velünk megtörténik, aminek van egyszerű, szöveghű magyarázata, annak mindig van egy misztikusabb, egy magasztosabb, és egy jóval elvontabb magyarázata is. És ezt pedig a zsidó misztika tárja elénk ezt a fajta rétegét, ezt a fajta magasztos szintjét, ugye a szombat és a sófár kapcsolatának. Miről van szó? Ugye arról van szó, hogy először is meg kell értsük azt, hogy a sófárnak mi a jelentősége. Rabsadje Gaon, ugye a Gaonnak az első, a nagy tudású bölcseknek, a kiválóságoknak az egyike, talán a legismertebbje, ő azt mondja, hogy 10 ok van arra, hogy a sófárt szombat, a sófárt rúsosan akkor miért szólaltatjuk meg. És az egyik oka az az, és nem csak azt mondja, az első egyik oka, hanem az első okként azt sorolja fel, hogy amikor régen királyt választottak, akkor a sófár átterjedő kos kürt, vagy a harsona hangjának megszólaltatásával hirdették ki azt, hogy ki a király. Amiből azt lehet látni, hogy tulajdonképpen a sófár és a király választása között egy nagyon különleges és nagyon szoros kapcsolat alakult ki. Most ez a kapcsolat, ez tulajdonképpen arra mutat rá, hogy ezzel mondtuk, hogy akkor, hogyha valaki magára fogadja az Isten uralmát, azaz a király, a királyok királyának királyát, királyok királyának királyát a maga felett uralkodóvá fogadja el, akkor az első magyarázat az az, ez az első, azt kell, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen ezt megteheti a sófár által is. És tulajdonképpen, hogyha az egyik oka annak, hogy miért pont sófárt fújunk meg, a sok-sok számos misztikus és kabbalisztikus ok mellett, amiről fogunk szólni majd szombaton, aki eljön a nyitott helyre, ahol Rosh Hashanát ünnepeljük, a számos ok mellett az egyik ok az az, hogy tulajdonképpen, és a legfontosabb ok az az, hogy abban a pillanatban, hogyha valaki megszólaltatja a sófárt, akkor tulajdonképpen azzal azt mondja el, azt teszi közhírré, hogy ő az Isten uralmát elfogadja maga felett. Ugye úgy, hogy ez volt akkor és ott, hogy azt írja Szádja Gaona hús és vér királyoknál, akkor abban például az Istent is királynak koronázza fogunk felett. Ugye ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az az, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki elfogadja az Isten uralmát maga felett, és azt mondja, hogy az örökkévaló az, aki nekem megmondja, hogy én mit tegyek, és ő az Uram, és ő a királyom. Akkor tulajdonképpen ezt úgy mondják, hogy az Isten jár, az Isten igának a magunkra vétele. Tulajdonképpen ez a legfontosabb dolog. Ugye múlt héten mondtuk azt, csak nagyon röviden emlékezzünk vissza, egy apró adalék, de ugyanakkor fontos adalék, ne veszítsük el a vezérfonalat, és ne felejtsük el, hogy mit mondtuk idáig, tehát a szombat és a sófár kapcsolata, miért nem fújjuk meg a sófárt szombaton. De múltkor azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy valaki, és akkor pénteken itt volt, és a közös tanuláson is hallatta, ugye ahhoz, hogy valaki először Rosh Hashanát, Rosh Hashanát akkor az embereknek miután legelőször eszünk be, az jut eszünk be, hogy amiben nincs tévedés, ami teljesen jó gondolat, hogy Rosh Hashanának a legfontosabb üzenete az az, hogy az ember csináljon csubát. Ez rendben is van, ez így is van. Az egyik legfontosabb üzenet az az, hogy kinyitjuk a rádiót, vagy a televíziót, ha Rosh Hashaná miről szól, akkor azt fogják mondani, hogy a 10 bűnbánónak a kezdete. És a 10 bűnbánónak a kezdete, és tényleg ilyenkor dől el, hogy kiirattatik be, és később Jom Kipurkor kipecsételtetik be a jó élet, és a megéletés, és az egészség, vagy hulé, és így tovább könyvébe, akkor azt mondjuk, hogy ez Rosh Hashaná akkor dől el, mert akkor nyílnak ki az égi kapuk, és akkor dől el sok minden. Ugye ez valóban így is van. Ezért azt mondjuk a bölcsek, hogy az ember csináljon csubát, és tanúsítson bűnbánást, és bánja meg a vét, és térjen vissza a jó útra. Tulajdonképpen ez így is van, és ez igaz is. Ennek a
leginkább ugye ezeknek a megtérésnek ugye a Jom Kippur lett kijelölve, ami nem azt jelenti, hogy az embernek Jom Kippurig kéne várni, hogy megtérjen, mert minden egyes pillanatban meg kell, hogy térjen, vagy meg lehet térnie, ahogy a Rámbam ezt mondja, de a kiváltságos napok erre ez a 10 bűnbánó nap, Jom Kippur, és ráadásul Rosh Hashana is. Erre azt mondjuk, hogy a legfontosabb dolog Rosh Hashana akkor az a megtérés. Ám ez nem feltétlenül van így. Ugye nem szoktuk a micvákat rangsorolni, és a mérleg egyik vagy másik serpenyőjébe tenni azt, hogy melyik a fontosabb és melyik a legfontosabb, melyik a nem, kevésbé fontos. Ám nem szabad elfelejtenünk azt, hogyha az ember nem veszi magára az Isten uralmát, akkor tulajdonképpen nincs miről beszélni. Mert ki az, aki elrendelt, hogy az ember csúvát csinál? Ki az, aki megszabálja nekünk és meghatározza nekünk, hogy milyen úton haladjunk, hogy melyik a hogy az ember hogyan tud visszatérni a jó útra, vagy hogyan tud a kitaposott úton menni. Az örökkévaló, a király! Viszont, hogyha nem veszünk magunkra rögtön az év elején az örökkévaló uralmát, az isteni áramot, kabalaszail, akkor nincs miről beszélni, mert nincs ki előtt számot adni a tudásunkról, nincs ki előtt számot adni arról, hogy csúvát csináltunk-e vagy sem. Így hát nem, ha nem fogadjuk, hogy a főnök, akkor tulajdonképpen az ember azt sem akar. Ez van egy szép példa a zsidó misztikában. A kabbal azt írja egy helyen, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogyha az ember egy bizonyos országban él, és az adott országnak van egy királya, és a másik országnak is, egy másik országnak is van egy királya. És hogyha melyik király uralmát kell, hogy magára fogadja, hát persze, hogy annak az országét, amelyikben él. Ugye, hogyha az ember nem fogadná magára, nem venné magára a király uralmát, akkor tulajdonképpen azt csinálna, amit akarna. Jó, nem pont, mert meg lennének büntetve, de abban nem mutatná ki, hogy ő valóban az isteni uralmat magára vette. És hogyha ez nincs, akkor tulajdonképpen akkor ő el se kell, hogy fogadja elvileg a törvényeket. Jó, ez a példában és az örökkévaló példában ez nem feltétlenül van így, mert ugye itt van egy kis eltérés a példa és az igaz történet között, hogy míg a példában az emberek azt fogják mondani, hogy olyan nincs, hogy én nem veszem magammal az Isten uralmát, akkor megbüntetnek. Hát valóban így van, az embert megbüntetik, de akkor az a király választása az nem lesz olyan felemeles, nem lesz olyan különleges, mert van egy ember a földön, vagy egy ember az országban, aki nem fogadta el a királyt királynak maga felett. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy magunkra fogadtuk a királyt, akkor utána lehet csúvát csinálni, és lehet paralelis, és utána kezdődhet egy jó év. Most, amikor térjünk vissza, akkor most ez a vezérfonalhoz, akkor azt mondjuk, hogy szombaton tulajdonképpen a legfontosabb és a legkülönlegesebb eszköz azt Rabba és társai kivették a kezünkből 1500 évvel ezelőttre, Rabba Bar Nachmanja, aki azt mondta, hogy ne fújjuk meg a sófát szombaton különböző okok miatt. Akkor a kérdés viszont az, hogyha szombaton nem fújjuk meg a sófárt, és azt mondjuk, hogy a sófár az a bizonyos és különleges hangszer, dávkán sófár, és nem a dob, és nem a cintán, és nem más hangszerek, a kabbala ezt is hosszasan magyarázza, hogy miért pont a sófár, mert annak van a nagyon egyszerű és különleges, nagyon egyszerű hangja, és erre azt mondják a bölcsek, hogy akkor tulajdonképpen mivel választjuk, mivel jelöljük ki azt, mivel mutatjuk meg azt egész pontosan, hogy az örökkévaló a mi királyunk. Nincs sófár? Akkor egy napig készik a királyválasztás. Akkor azt mondjuk, hogy na jó, 24 órával a program elcsúsztatva, mert most Rabba Bar Nachmanja azt mondja, hogy nem szabad a sófár megfogni szombaton. Illetve más ok miatt. Erre azt mondják, hogy csak nem. Van egy nagyon szép gondolat. Azt mondja, a zsidó misztika azt tanítja nekünk, hogy a sábesz maga az, a szombat maga az, ami pótolja ezt az űrt. Ezt az üresen hagyott részt. Ugye azt mondjuk, hogy egyrészt megfosztottak minket idézőjelbe egy különleges micvától a szombati cipelés, vagy az Udvindechol törvényei miatt. Már azt mondjuk, hogy akkor viszont a királyválasztás is kéne, hogy késsen. Erre azt mondjuk, hogy nem. Van-e sokkal különlegesebb, míg a sófánál is különlegesebb fegyver a kezünkben szombat napján, amivel az örökkévalót, királyát tudjuk koronázni magunk felett. Mi ez a dolog? Kíváncsi, hogy kedves nézők, hallgatók, mire gondolnak. Tippeket várom. Kicsit elment az adás. Remélem, hogy most jó. Akinek van gondolata, hogy mi lehet ez a szuper fegyver, amit szombaton is be lehet vetni, amikor a sófárt nem lehet bevetni, és ezáltal tudjuk magunk felett királlyá koronázni a teremtőt, azt kérem írja meg
azon nyomban. Várunk még egy pár percet, addig még egy kicsit még jobban körbeírom, hát ha eszetekbe jut. Gondoljunk bele, sófárt hol fújjuk meg? Leginkább, legideálisabb esetben, idén lehet, hogy nem feltétlenül, a zsinagógákban. A sófár az mennyi ideig tart, a sófár micvája? Tarthat mondjuk, azt mondja, 5 perces művelet körülbelül. Ugye? Ha kóserül megfújni a sófárt, a hangokat pont úgy megfújni, hogy kell, hosszan, ezt rövidebben, itt levegővel, itt csak megállni, nem levegőt venni, az egy olyan dolog, amire ez mondjuk kell mondjuk 5 perc. Van egy szuper fegyverünk, amit az ember, hogyha bevet az Istennél, az örökkivaló, nem szemben az örökkivaló, az örökkivaló akarata szerint, akkor legalább olyan misztikus és olyan különleges szintekre tud eljutni, mint az ember a sófára. És az örökkivalók legalább olyan magasztos attribútumához el tud érni, mint a sófár hangjával. Mi ez? Látom, hogy nem jön megoldás, akkor szabad a gazda. Ezt úgy hívják, hogy sabbat. Ezt úgy hívják, hogy szombat. Nézzük meg. Hogyha azt mondjuk, hogy az örökkévaló, királya akarok magunk felett koronázni, és ennek a jele, ennek a szerszáma, az eszköztárokból a sófár, akkor azt mondjuk, hogy rendben, a sófár az tulajdonképpen az isteni iga magunkra vétele. Erre azt mondják a bölcsök, a zsidó misztika bölcsi, azt mondják, hogy ez nem feltétlenül van így. Illetve azt mondják, hogy nem hiányzik a szombatból semmi, hogy az ember nem fújja meg a sófárt. Mert maga a szombat szentsége az, hogyha valaki megüli a szombatot, és megtartja annak előírásait 24, illetve 25 órán keresztül, akkor ezáltal nincs jobb és szebb kimutatás annak, hogy az örökkévaló igáját magára vette. Miért? Mert gondoljunk bele, hogyha valaki, sőt, nem csak az, hogy nincs, hogy ez pótolja az űrt, hanem ez még sokkal különlegesebb, és nem az ember nem 5 perc erejéig lesz különleges, és találkozik az örökkévalóval, hanem egy 25 óra erejéig. De hát 25 órán keresztül az örökkévalóra már maga felé veszi. Azt mondja, hogy a szombat van, akkor megtartom a szombatot. Ugye van az a vicc, hogy egyszer volt egy rabbi, aki meghívta az egyik szomszédját szombaton magához, hogy ülje meg a szombatot nála, és töltse le ezt az 25 órát nála, és hogy valóban kóstoljon bele abba, hogy milyen az igazi szombat. Történet úgy szól, hogy rögtön az első este, amikor megköszöntött a szombat, elmondták, elrecitálták a kidust, a serleg bor felett, utána az illető meghívta enni, ettek halat, csirkét, marhahúst, lábas országból készült leveseket, minden, ami volt, ami szemszernek ingere, aztán később megkínálták is. Lehájom egy kis vodkával, aztán másután elmentek egy Salom Zachorra, egy frissen született fiúnak az első szombati ceremóniájára. Ott is egy kicsit felhajtottak a garatra, másnap reggel felkeltek, elmentek imádkozni, csináltak kidust a sinagógába, ott is ittak egy keveset, egy kis lehájmot mondtak a sollet, után megint ittak egy kis jófajta viszkit. És ha vége lett a szombatok, akkor megkérdezte, a szomszéd a rabbit, hogy tulajdonképpen a rabbi a szomszédot, hogy na, mondja el, kedves szomszéd, hogy milyen volt a szabad. Azt mondja, én nagyon-nagyon jól éreztem magam. És sok dolgot tanítottál nekem. Mondanám, tudom azt, hogy vannak tiltó és parancsoló és tevleges törvényei szombatnak. Arra biztos, hogy arra még mindig nem sikerült rájönnöm, hogy mi nem szabad a lámpát kapcsolgatni. Viszont arra aztán biztosan tudom, hogy te miért nem vezetsz szombaton. Mire akar gondolni, hogyha valaki annyi lehájmat van, akkor biztos, hogy tilos neki vezetni. Ugye mire van szó, hogy a szombat az, ez nem csak az, hogy kipótolja ezt az űrt, amit a sófár maga után hagy, hanem ez egy sokkal magasztosabb és különlegesebb eszköz az ember tárházában. Ugye gondoljunk csak bele abba, hogy miért kell, hogy az ember repekedve várja a sófárt. Sokkal jobban valljuk meg őszintén, és nem csak egymást, hanem az ember sokkal jobban várja a sófárt, mint a szombatot. De ez egyértelmű. Miért egyértelmű? Azért egyértelmű, hogyha minden héten van valamiért megkapok, akkor a vágy afelé, hogy ezt a vicvát újra megkaparinthassam, és hogy újra meg tudjam szólalt, és újra meg tudjam ülni a szombatot, az kevésbé
különleges és kevésbé vágyódik utána az ember, mint egy olyan mitzvah után, amit egy évben csak egyszer tud megfogni. Ráadásul különleges hangja van. Mert azt mondják a bölcsek, pont ez a lényege. Rábba, amikor előtt ezzel a dologgal 1500 évvel ezelőtt, hogy szombat napján a sófárt ne szólaltassák meg az emberek, akkor ő tulajdonképpen azt mondta, hogy ő azt akarta mondani, hogy a szombatnak több, a szombatra kell jobban odafigyelni. Ő nem vette itt az Isten különlegességéből semmit. Sőt, azáltal, hogy megfújta a szombat, azt mondta, hogy nem fújták meg szombaton a sófárt, az emberek hirtelen észbe kaptak, hogy wow, van egy különleges nap, ami Rossosana és szombatra esik, akkor nem fújjuk meg a sófárt, mert van a szombat. A szombat ez egy különleges dolog. Az embereknél a szombat ez nem olyan különleges általában, mint a Rossosana, mert minden héten van, azt jövő hét is meg tudom ülni. A 168 órát kell várni, és nem kell várni egy egész évet. Én azt mondja rá, nem. Azért, hogy pont a szombatot az emberek még jobban megtiszteljék, ezért tulajdonképpen ezért is lehet az, hogy az örökkévaló szombaton azt mondja, illetve a rabbinikus előírásban azt mondják, hogy az ember ne fújja meg a szombat napján a sófárt. Szóval tulajdonképpen maga az a dolog, összefoglalván az előbbieket, hogy az illető megüli a szombatot, és megtartja a szombatot, legalábbis erejéhez képest, illetve lehet, hogy amit tud, maximálisan megtart, akkor annak, illetve ennél nincs különlegesebb ennél nincs különlegesebb módja a kimutatásának annak, hogy az örökkévaló magára fogadja a teremtőt királynak és uralkodónak maga felett. Tehát tulajdonképpen ugyanott vagyunk. Jó estét kívánok! De nem csak az ugyanott vagyunk, hogy az előbb mondtam, hanem azt mondjuk, hogy itt 25 órán keresztül fogadom magamra, jó, elvileg egy egész életre kéne, de legalább 25 órára, ott meg csak 5 percre. Szóval ebből a szempontból különlegesebb a szombat, sőt, mint nem csak az, hogy valami szár, valami hiányzik az ember életéből, hanem tulajdonképpen még egy magasztosabb szinten meg tudja tartani, és tulajdonképpen maga az a dolog, amit a sófár szimbolizál, azt el tudja érni a szombat megtartása által is. Ezért van az, hogy szombaton idén nem lesz sófárfújás. Ugye ami a vasárnapot illeti, az első hét első napját illeti, ugye vannak különböző elveink a zsidó naptár készítését illetően. De a szombat, Rossosana, van egy olyan talmudi tanítás, loj aduros, loj badu peszach. Loj aduros az azt jelenti, hogy lo, nem, adu, az három betű, alef daled bav, Rossz. Rossz az azt jelenti, hogy Rossz Hasana. Akkor nem Rossz. Nem Rossz Hasana mikor? Adu. Mi ez az adu? Nem aduász, hanem adu. Adu az három napnak a kezdőbetűje. Alef, mint Yom Rishon, azaz vasárnap. Dalet, az mint szerda, azaz keddestétől, tehát Moci Sábattól nem kezdődhet Rossz Hasana. Keddestétől, amikor már szerda van, nem kezdődhet Rossz Hasana. És csütörtök este, azaz pindeken nem lehet Rossz Hasana. Tehát Alef, Dalet, Váv nem lehet ezeken a napokon Rossz Hasana. Ugye miért? És vannak különböző magyarázatok. Tulajdonképpen azért, mert hogyha ezekre a napra esne Rossz Hasana, akkor nem tudnánk a bölcsek szerint, hogy nem tudnánk a földhöz verni egész pontosan Rossz Hasana rabakol a fűzfágat. Mert az egy szombaton tiltott dolog lenne. Egy nagyon érdekes dolog, hogy az egész naptárrendszert átalakítani azért, hogy egy minágnövi ima, jól emlékszem, ez a profétai szokást az ember nehogy elmismásoljon, és hogy ezt felejtésbe merüljön. Nagyon érdekes dolog. De a lényeg az, hogy a második napon viszont már lesz sófár. A második napon, amikor az ember eljön a sinagógába, vagy kimegy a szabadtérre, van a 10x, tizenvalány helyszíre, amit bizonyára láttatok az interneten keresztül, ha nem, akkor én is meg fogom osztani, akkor ott már viszont tényleg, ha meghallja a sófár hangját, akkor epekedve kell, hogy várja, ugye? És epekedve várja, hogy meghallja a sófár hangját. Mi a különbség idén? Idén a különbség az, mint ahogy a szukosztán is az lesz, hogy idén tulajdonképpen a második nap, ugye a diaszpóra második napjában, ez tulajdonképpen gondolatnánk azt, hogy kevésbé fontos, mert ez csak rabbinikus előírás. Ugye, hogy idén az Etrug és Lulav nem rabbinikus tórai előírás, mert azon írva, hogy lekachtem nekem levő jön is van, hogy az első napon vegyetek magatokhoz a
négy növénynek az egybelegét, és ezért a tórai előírás idén elmarad a szukottkor, mert csak rabbinikus előírás lesz, mert a másodnapon lesz. Rossosan akkor egy kicsi, ugye az szintén elhajvál, ugye halványul ez a dolog, de attól még, a második napon az embernek ugyan nagy energiába és nagy elánnal kell, hogy várja a sófár megszólaltatását. Sőt, mi több mondhatnánk azt, hogy nem azon, hogy gondolkodjuk, hogy akkor az már csak a második nap, és az kevés, az ilyen handicapról indul a második nap, mint hogy sokan is gondolhatják azt, hogy a második nap az ünnepnek az csak egy ilyen minheg, ami csak így megmaradt. Nem, bölcsünk azt mondják, hogy szintén nagyon különleges dolog megfújni a második napra a sófár. Szóval ezt így vallanak a zsidó bölcsek, hogy a misztika szerint a sófárfújásról, és akkor csak foglaljuk össze, hogy miről tanultunk most. Ugye arról volt szó, hogy a múlt héten, látom, van egy pár kérdés, mindjárt megnézzük. Ugye arról volt szó, hogy a múlt héten azt tettük fel, azt ott hagytuk abba, hogy szombaton ugye eljutottunk odáig, hogy az örökkévaló megteremtette a Földet, akkor az egész univerzumot megteremtette az embert a saját képmására a teremtés hatodik napján, és ott rögtön maga elé hívta az első ember, Ádám, hogy az összes teremtményt, hogy lehajoljanak és meghajoljanak az Isten nagysága előtt, hogy azt mondjuk a Kabbalat Shabbatban, a szombatfogadásnál. És utána tulajdonképpen megtörtént az univerzum, illetve a világ teremtése óta a hatodik napon az első királyválasztás, amit maga az első ember, Ádám vitt véghez, azáltal, hogy meghajolt az Isten nagysága alatt előtt a többi teremtménnyel. Aztán arról tanultuk, hogy ugye nem volt elég egyszer kiválasztani a királyt, hanem minden évben királyválasztás van, és királykoronázás. És ez a királynak a megkoronázása az rossosan akkor történik meg, és azt mondjuk, hogy azáltal, hogy az Isten igát magunkra veszük, ugye azt mondtuk még, azt a pénteki eladáson is mondtuk, aki itt volt, hogy tulajdonképpen csak és kizárólag az emberiség, a teremtés koronája, a teremtésnek a csimboroszlója az, akinél kidomborodik az, hogy az örökkévaló királyként tud felettünk funkcionálni. Miért van ez így? Azért van ez így, mert az állatok felett, a növények felett és a teremtett, illetve az élettelen dolgok felett az örökkévaló maximum úgy tud uralkodni, mint egy elnyomó. Miért? Mert náluk nincs szabad akaratok. Ő náluk nincs szabad akarat. Sőt, még az angyaloknál sincs. Ki az az egyetlen teremtmény, akinél van szabad akarat, akinek van szabad akarata? Az csak és kizárólag az ember, a hús és vér teremtmény. Ő neki, azaz nekünk lett megadva az a lehetőség. Hogyha akarunk, akkor úgy járjunk el, hogy a Tóra előírja. Hogyha akarunk, akkor ne úgy járjunk el, hogy a Tóra előírja. Ez a szabad akarat, az embernek ott van a választás lehetősége. Uve bachata bachaim, mint az élet útját választottad, mondja a Tóra, de mindezekkel együtt az állatoktól eltérően nekünk megadatott a szabad választásnak a lehetősége. Na most, hogyha valaki szabad akaratából az Istent maga felett királyá koronázza, akkor abban a pillanatban tényleg azt tudatja a többi teremtmény, és talán az egész univerzummal, a világuniverzummal, hogy az örökkévaló ő nem csak elnyomó zsarnokként akar lenni a világúra, hanem királyként. Sőt, mi több, ha megnézitek, hogy van a királyválasztás. A királyválasztás, van egy héber mondat, amit a Talmud, illetve a zsidó misztika még többször idéz, Ein melech bli am. Nincs király, nem létezik király nép nélkül. Hogyha a nép, ugye mi a különbség a zsarnok és a király között? Hogy a zsarnokot az ember is, az alattvalók nem választották meg, illetve nem feltétlenül választották meg. Míg a királynál tényleg kik azok, akik a királyt maguk fölött királlyá koronázták, és elfogadták vezetőként, illetve a totum factumaként ugye az országnak, maguk az emberek, és ezáltal, hogy ők elfogadják, ez a királynak egy jó érzést ad, hogy vannak igenis alattvalói, és vannak olyanok, leginkább az, hogy vannak olyanok, akik tényleg őt azt akarják, hogy ő legyen a király. Ezzel szemben az uralkodán ez nem így van. Most az, hogy az első ember királyát koronázta az Isten, elindított egy nagyon különleges folyamatot, amelyet minden évben meg kell, hogy ismételjük, mondja nekünk a zsidó misztika. Hogyan választunk mi királyt? Azt mondjuk, hogy magunkra veszik az isteni akaratot, meg csúvát teszünk, meg visszatérünk a jó útra, az ember próbál a jó útra térni ilyenkor. Ám bölcség nem elégedtek meg ennyivel, és azt mondták, egész fontosan az örökkévaló, hogy a harson hangja, illetve a koskültnek a hangja, akár a koskült is lehet más kóser állatból is,
Ennek a hangszernek a megszólaltatása által tudunk az örökkévalónál előbbre jutni, és őt királlyá koronázni. Ugye erre azt mondjuk, hogy van Stadia Gaon nevezetű talmudi bölcs, aki adott erre jó pár okot, hogy miért pont a sófár. A kabala azt mondja, hogy az egyszerű hangja miatt, ami az emberi sírásra emlékezteti a teremtőt, ami a legmélyebb rétegeiből tör elő az emberi léleknek, és nem szívnek a léleknek, amelyhez hasonlatosan még a beszéd se, illetve egy dal se lehet, sőt más, sokkal komplikáltabb és összetettebb hangszerek sem, mint csak a sófár. Szóval a sófár az, ami tulajdonképpen a mi eszközünk, rosszasan a napján a kezünkben, amivel a királyt meg tudjuk koronázni. Ahogy azt mondtam Stadia Gaon is, hogy a királyválasztásnál 10 ok volt a sófár megfújására, és tulajdonképpen az egyenső ok, amit felsorol, az, hogy a hang, a sófár hangja jelentette azt ki, hogy új király választatott. Na jó, erre azt mondtuk, hogy oké, ez rendben van minden évben, de idén mi történik? Idén, hogyha megpillantjuk ott a naptárunkat, a zsinogogai naptárat, akkor rájöttünk arra, hogy idén az első nap nem elmarad a sófárfújás. Nem azért, mert a rabbi elfejtette elhozni a sófárt, vagy hogy bedugult a sófár, vagy hogy a maszk miatt, amit, hogyha valaki rátesz, akkor nem fog kijönni a hang belőle. Csütörtökön kitérünk arra is, majd szabad-e lemaszkolni a sófárt, vagy sem. Elul hónapban biztos szabad. Rosszasan akkor meglátjuk, nem biztos. Szóval, hogyha valaki megfújja a sófárt, akkor abban a pillanatban királyá koronázza maga felett az örökkévalót, ám szombaton nem tudjuk megfújni a sófárt. Erre azt mondjuk, hogy talán egy napot késik a királyválasztás. Erre azt mondjuk, hogy nem, mert a királyválasztásának, a sófár általi megfújásának az oka az, hogy pont az, hogy kimutassuk, hogy az örökkévaló uralmát magunkra vesszük. Erre viszont a szombat még különlegesebb. Miért? Mert ott míg a sófárnál ez 5 perc alatt történik meg, addig szombatnál, mert ez 25 órán keresztül történik meg. Tehát valamilyen szinten a szombat, annak ellenére, hogy ez az év handicapről indult, mert szombat napján nem lesz sófárfújás, és tulajdonképpen lehet, hogy elcsúszott volna gondolatnak a király koronázás, azt mondjuk, hogy ez nem így van. Miért nincs így? Azért, mert hogyha valaki magára veszi a szombat szentségét és megtartja a szombatot, akkor tulajdonképpen ugyanazt jelenti ki, mint amit jelentett volna ki a sófár megfújása által. Tehát tulajdonképpen a receptünk erre az évre az, az első nap hip-hop, rips-rops, csak úgy meg kell tartani egy különleges szombatot minden 25 óráját, és abban a pillanatban az örökkévaló észre fogja azt venni, hogy tulajdonképpen ez olybán vétetik, mint hogyha mi is megfújtuk volna a sófárt, persze csak megengedett módon a szombattartás által. És azt mondtuk, hogy idén marad a második nap, és második nap ugye azt mondtuk, hogy ez a sírásra hasonlít a sófár hangja, vannak különböző hangjaink, van 3 különböző hang, és ezekről már viszont csütörtökön este 9-kor fogok a tisztelt egybegyűltekhez szólni, és akkor is nagyon érdekes témát fogunk kivesézni, hogy pontosan mik a szabályok, hogyha esetleg valaki elmegy sófárt hallgatni, mire kell figyelni, azon kívül, hogy nem mondunk barokó valós mód. Hogyha valaki hapcizik egyet és nem hallja az egyik hangot, vagy tegyük fel, hogyha az a sófár fújónak elmegy az elején és nem tudja megfújni a sófárt, valaki más át tudja tőle venni a sófár fújás közepette. De ami legérdekesebb téma az lesz, hogy szabad-e maszkot tenni a sófárra, ezzel fogjuk folytatni, és egyben az utolsó idei tanulást, zsinogogai évről van szó, megtartani csütörtök este 9-kor. Mindenkit várok szeretettel, most még nézzük meg a kérdéseket. Na, ha van még kérdés, akkor írjatok. Jó estét, jó estét, jó estét, jó estét. Igen. 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 Aaron Dickman. Erev tov shalom shavua tov lecha lechaverim shali. Oké. Gam lechem. Neked is boldog új esztendőt kívánunk. Jerikónál 7 napig folytak, és akkor vitték is. Így van. Igen, ezt mondtam is, hogy ugye nem csak Jerikónál, hanem volt sok olyan hely, ahol megfújták szombaton is a sófárt. Jó.
László herceg, a sófárakos része, tehát mi sem cipeljük a fejünket, hajunkat, mert az hozzánk tartozik. Szerintem a sófár is már hozzánk tartozik, mint ahogy a koshoz. Ebben nem értek vele egyet, nem tudom, hogy ez már valami válasz volt valakinek. Drága László, remélem itt vagy még, herceg László. Én nem gondolom, hogy a sófár az, ha jól értem a kérdést, hogy hozzánk tartozna, hozzánk nőtt volna. Nem, az vitelnek minősül minden szempontból. Mondok neked egy érdekes témát ezzel kapcsolatban. Egyszer volt amerikában egy rabbi, hát egy Lubavitchi rabbi volt, ha jól tudom, sőt, jól tudom, aki messze lakott az ő kis zsinagógájától, és megkérdezett egy döntéshozó rabbit, egy nagyon híres rabbit arról, hogy mehet-e görkorcsolyával a zsinagógába. Tulajdonképpen a görkorcsolyát, hogyha valaki magára szíjazza szombat bejövetel előtt, akkor tulajdonképpen olyan, mint a cipő. A cipőt a szabad vinni az utcán szombaton. A görkorcsolyán nincs az a probléma, mint a biciklinél, hogy elromlik, kiesik a kereke. Jó, kiesett, de az nadir, az nagyon, nagyon ritka. Sőt, azt mondták, hogy jobb is, mint egy cipő. Én azt mondta a rabbi neki, a döntéshozó rabbi a másik rabbinak, hogy tulajdonképpen az igazság az, hogy lehet, hogy meg kellett volna, hogy engedjem neked, meg lehetett volna engedni neked, de azért nem engedem meg, mert hogyha ezt elkezdjük és ebből a rendszert csinálok, akkor az emberek előbb-utóbb nem fogják tudni azt, hogy most akkor mit szabad, mit nem szabad, most akkor miért szabad az, és miért szabad vinni, és akkor miért vért, és inkább sokszor látjuk azt, hogy inkább a rabbik egy huszárvágással elét vették az egésznek, és azt mondták, hogy tilos. Miért mondom ezt? Ez nem megfutamodás, hanem tényleg látják a későbbieket, hogy mi fog történni egy ilyen apró engedményből. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, hogy például a görkorcsa az lehet a cipő, tehát az se nőtt hozzánk, de azt lehet hordani. Mit lehet vinni az utcán? Az utcán azt lehet vinni, ami ékszer vagy ruha. A sófár az egyik se. Se nem ékszer, se nem ruha. Ha valaki a nyakába tenni, és azt mondaná, hogy az ő lánca, hát férfiak nem nagyon hölgyek, és van mondjuk egy minimális sófár, ami egy araszt, és plusz egy kicsi itt, és egy kicsi jobb, és egy kicsi a bal oldalon, tehát mondjuk egy olyan, nem egy túl nagy sófár, és azt beteszi a nyakába, mint egy lánc, azt arra nem tudok mit mondani. Lehet, hogy tilos, lehet, hogy nem, ezt meg kell nézni, de így a kos szar, illetve a sófárnak a vitele szombaton az mindenféleképpen cipelésnek, illetve vitelnek minősül. A kos meg gondolom izsákhoz vezethető vissza. Így van, a kos kürt megfújása, az a bozódva, szarvával beleakadt kosra emlékeztet minket, és akkor ami az isteni irgalomra, az isteni irgalomra kéne, hogy megnyitsa az isteni irgalmat, ugyanúgy az Izsáknál megkegyelmezett és nem kellett feláldozni Izsákot. A sabatot megkoronázná a sófár. Lehet. László herceg azt mondja, hogy meg fogod fújni szombaton. Ájj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 
Ez a szombati sófárfújás, ez átgondolandó. Átgondolandó, de ha gondolod, akkor megírom neked privát, vagy pontosan, hogy mik a problémák ezzel. Hát, igen. Ezért építetik már be a cipőtalba görgöket. Így van. Így van. Igen. Jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Nincs több kérdés, akkor innen folytatjuk csütörtökön, és akkor a Jóisten segítségével csütörtökön meg is szólaltatom a sófárt, megmutatom nektek, hogy milyen hangok vannak, mire kell figyelni, és ez mindez kiderül csütörtökön este 9-kor. Jó éjszakát kívánok, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet nektek.